Hat. Krisztusban szeretett testvéreim, korai kellő emberek, Kossuth Rádión hallhatják minden reggel a Hajnaltáj műsort, a régi Falu Rádiónak egy mai változata, és ilyenkor rendre azzal foglalkozik, hogy milyen termés várható, és keresik a lehetőségeket, okokat, hogy mi okozta, vagy mit lehet még tenni annak érdekében, hogy jobb legyen az idei termés. A szántóvető embernek ezt az örökös gondját és feladatát vette át maga a Szentírás is, amikor az Isten szavának a hatékonyságáról tanított. Már az Ószövetségben elkezdték a proféták hirdetni, hogy az Isten szava az nem olyan, ami csak úgy elhangzik, annak foganatja kell, hogy legyen, mint ahogy hallhattuk a mostani olvasmányból is, hogy nem lesz terméketlen, mondja Izaiás proféta. És az Úr Jézus ezen a nyomvonalon halad, és még idézi is a hosszabbik változatában a magvetőről szóló beszédnek, de ott már úgy, mint egy elővételezve azt, hogy lesznek, akik nem fogják meghallgatni, mert megkeményedik a szívük, és már a végeredményt mondja, minthogyha maga Isten tenne ilyenné, holott hagyja, hogy az ember ilyenné váljék. A Szentírás is már hoz különböző emberi magatartás formákat Isten igéjének be vagy be nem fogadására. Jézussal kapcsolatosan is olvassuk, hogy a csodálatos kenyérszaporítás megelőző vagy utána lévő beszédjére sokan azt mondták, hogy kemény beszéd ez, és ott hagyták. És nem különben így jártak többször az apostolok is. Szent Pált az Éropáguson, Aténnek a főterén, ahol mindenki elmondhatta a gondolatait, amikor a holtak föltámadásáról beszélt, akkor egyszerűen faképnél hagyták. De akiknek elmondta, azok is sok esetben először érdeklődést mutattak, utána pedig mégis elfordultak. Agrippa király azt mondja a Pálnak, kis híja, hogy nem leszek keresztény. De hát ugyanígy aztán Félix helytartó kíváncsiskodott, aztán egyszer azt mondja neki, na most fejezd be, majd valamikor még egyszer meghallgatlak. De van példa arra is, hogy ahogy a Szentírás mondja, sokszoros termést hoznak, hát ott van Zakeus, egész életét megváltoztatta Jézus szavának a hatására. És ami a természetben nem fordul elő, hogy százszoros termés legyen, az emberi lélekben ez megtörténhet, és a kihatása is naggyá teheti az evangélium erejét. Ennek a templomnak a védőszentje régiszi Szent Ferenc, a reformáció utáni katolikus megújhodásnak jezsuita szentje, fiatalon halt meg, de rövid élete alatt is a népmissziók által nagyon sokakat megerősített a katolikus hitben, vagy visszahozott ismét a katolikus egyházba. Tanítása, példája, ige hirdetése nem volt hatástalan. Ha mai időkre gondolunk, ugyanígy láthatjuk az Isten igéjének a különböző hatásfokát az emberekben. Ez a mi világunk, ez a szekularizált, előregedett, megfáradt Európa olyan eseteket hoz sorra, hogy
Hát valakik meg sincsenek keresztelve, valaki meg van keresztelve, és annál semmivel sem több. Volt hittanos egy kicsit, első áldozó lett, már bérmálkozásra nem jut el. Megbérmálkozik, akkor ünnepésen befejez mindent, vagy még eljut esetleg a házasságkötésig, de nem gyakorolja a hitét. Ez nálunk annyira gyakori, hogy mindig ilyeneket teszünk föl, ilyen kérdéseket, hogy a híveknek, a megkeresztelteknek hány százaléka jár a templomba, szoktuk kérdezni. Éppen a Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök járt, a nagyon üldözött a muszlimok által sok-sok szenvedést kiált keresztényekhez, akik nem akarnak Európába jönni, hanem ott akarnak maradni. A muszlimok akarnak idejönni, hogy elfoglaljanak bennünket, de ők ott akarnak maradni. Ott ez a kérdés értelmetlen, hogy hány százaléka jár a vasárnapi misére a híveknek. Mert aki ott meg van keresztelve, szentségekhez járult, élete föláldozásával is, hiszen ottan nap mint nap robbantanak, üldözik őket, ott vannak még romos templomaikban is. Az Isten igéje lehet látni, hogy mennyire hatékony az ő életükben. Hát itt nálunk ez a közömbösség, illetve a világ színes forgataga, mint ahogy Jézus mondja, sokaknak eltekeri a gondolkodását és a szívét. Márpedig hát az Isten igéje az nem olyas valami, hogy hát ha akarom meghallgatom, ha akarom nem hallgatom meg. Jézus a végső ítélet kapcsán mondja, hogy nem is én ítélem el az embereket, hanem a tőlem hallott ige ítéli el. Hiszen az Isten szava az örök igazságokat mond, és azzal kell az embernek szembesülnie élete végén, hogy ugyan mit valósítottam meg belőle. Mert ma ez a médiának és a digitális világnak azért haszna lehet, hogy aki akar hozzá, férhet az Isten szavához. Tehát olyan nincs, hogy ne hallja meg, hiszen a Facebooktól kezdve mindenféle technikai dologgal is hirdetjük az evangéliumot. Van olyan fiatal pap, hogy minden nap küld egy pár gondolatot azoknak a okostelefonjára vagy a másikra is, akik arra fogékonyak, hogy a mindennapoknak az evangéliumához küld egy néhány segítő, elgondolkodtató mondatot. És hozzá lehet férni az Isten szavához. És hát jóra is lehet használni a technikai civilizációt. Tehát ha valaki akarja, hallgathatja, olvashatja, szembesülhet vele. Azt olvassuk az evangélium elején, hogy Jézus kiment a tópartjára és ott leült. Persze nem hagyták sokáig ott elmélkedni, gondolkodni, mert jöttek hozzá és utána ismét csak tanította őket. De ebben a megállapított mondatban van egy számunkra is megszívlelendő gondolat, hogy keresett olyan alkalmat Jézus, hogy egy kicsit elcsendesedjék. Egy tóvize például, vagy folyóvize kivált kép alkalmas erre, hogyha azt ott figyeli az ember a folyó, a tengernek, vagy a tónak a hullámzását, fecseg a felszín, hallgat a mély, mondhatnánk József Attila szamával, és ott lehet arzon gondolkodni. De a Rónai György mondja, hogy a hullám múlandó, a hullámzás örök. És mindjárt egy ilyen esemény is sok olyan életünket formáló gondolatot válthat ki bennünk, ami aztán tovább visz az Isten igéjének az irányába. Ezért így szabadságok idején, nyár idején próbáljunk mi is egy kis csendet teremteni magunkban, és gondolkodni az Isten szaván, mert az Isten szava először hallgatással kezdődik,
hirdetik az igét, Szent Pál mondja, hogy a hit hallásból ered. A mai idők embere a hallással is úgy van, hogy valahogy egyik fülén bemegy, a másikon kijön. Nálunk nagyon sok mesterember dolgozik az utóbbi években, örökké zörög nekik valamelyik kereskedelmi rádió. És kérdezem, hogy figyelik, hogy mikor mondanak, dehogy figyeljük. Egyáltalán nem, csak zörögjön valami. Tehát arra felfigyelnek, ha lekapcsolják, egyébként abszolút nem érdekli őket, hogy esetleg ott mondanak valamit, vagy ilyen. Tehát az embereknek jó része így hallgat sok mindent. Márpedig a meghallgatás az azt kíván, hogy azon elgondolkodjunk, hogy meghallottuk az Isten szavát, azon elgondolkodtunk, és valamit abból meg akarunk valósítani minél többet. Hát adja Isten, hogy ez az evangéliumi szakasz, ami a magvetésről, az Isten igényének szaváról szól, az indítson bennünket arra, hogy Jeremiással elmondjuk, hogy nekünk a szívünk öröme volt, amikor hallhattuk Isten igéjét, azon elgondolkodtuk, megszívleltük, és azt az isteni tanítást igyekeztünk valóra váltani, hogy mi is a bőven termő, gyümölcsöt hozó emberek közé tartozhassunk. Amen. Hiszek